estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket az Általán Társalgó Galériában. Nagy örömünkre személyesen is, valamint ahogy már megszokhattuk, az online technika segítségével, hibrid megnyitó formájában az online térben velünk lévőket is sok szeretettel köszöntjük. Borsos Eszter vagyok, az Estházi asszonya. A mai tárlat több szempontból is varázslatos. Egyrésztről, hogyha körbenézünk, akkor a falon lévő művek teszik leginkább varázslatossá. De nem lennének a falon a művek, hogyha nem lenne egy művész, aki odaállította őket. Úgyhogy engedjék meg, hogy bemutassam elsőként az est főszereplőjét, Kovács Vikit. Kovács Kitti már letette névjegyét a percepció kiállításban, ezért is kapott lehetőséget a galéria vezetésétől, hogy most egy önálló kiállítás keretében is bemutatkozhasson. De egy kiállítás sem lenne kiállítás kurátor nélkül, akinek a szellemisége megmutatkozik a művek kiválasztásától kezdődően a rendezésen át egészen a kész kiállításig. Így engedjék meg, hogy bemutassam a jelenlegi tárlat kurátorát, akinek ezúttal át is adom a szót, Maria B. Ramió, bocsánat a hibáért, képzőművészt. Szeretettel köszöntöm Önöket, művésznőt főképpen, a galéria vezetőségét, minden egyes vendéget ma este. 14 éve figyelem Kovács Kitti munkáját, először az egyetemen, aztán Élesdi művészteleben. Kiállítottunk együtt itthon és Finnországban egyaránt. Gratulálok ahhoz az anyaghoz, ami a galéria falain lesz látható 3 héten keresztül, de ahhoz is, ami kimaradt a tárlatból. Kitti dolgozik, fest a csendjében, nem posztol ki magáról munkaközben fotókat, nem tudjuk, mi van vele. Aztán semmiből áll elénk. Ha nem is ugyanabból, de semmiből, amiből a világ lett, és amiből újra és újra lesz az ő festményei. Érzékelhetünk egy emléket az eredeti tervről, és abból az első teljes nonfiguráció felé törekvő festő Kandinsky igényéből, amikor a zene szabadságához, a zene szabadságához, függetlenségéhez és egyfajta megfoghatatlanságához hasonlóan már nem ragaszkodnak a dolgok tárgyi mi voltához, hanem egy szellemi és lelki szféra felé haladnak, és annak rezonálását élik át. Természetesen ez nem csak emlék, hanem jelen, és az emlék az mindig a jelenben születik és él. Ezt az igényt érezték a francia lírai absztrakció képviselői, ennek a szükségét érezte Marc Rothko, és ezt a célt érte el Gerhard Richter is. Kovács Kitti megnyitja, feltárja előttünk a világot, annak kezdeti állapotát, átrendezi számunkra, mint térbeli és időbeli valóságot, amelyben érzéki módon veszünk részt a jelenünkben. Ma este is, de kérem, és ezt hangsúlyozottan kérem Önöktől, jöjjenek el újra egyedül. Adjanak lehetőséget maguknak megtapasztalni azt, hogy egy csendben születendő dialógus a kép és a néző között hány szólamú fogával tud átváltozni. Nagyon szépen köszönjük Máriának, és természetesen nem lehetne egy kiállítás megnyitó, sem kiállítás megnyitó a megnyitó nélkül. Úgyhogy ezután szeretném bemutatni Önöknek azt a nemet fotoművész költőt, aki abban a megtiszteltetésben részesített minket, hogy elvállalta a kiállítás megnyitását. Nagy Zohán! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Színfalak mögötti palimpszesztek, mögötti színfalak, mögötti palimpszesztek, mögötti színfalak. Kovács Kitti, amiből a világ lesz című kiállítása nyomán. Amíg a biomorfikus festészeten túl, és azon túli
belső térképeken, képtereken át, ó, terra tripta, ó, terra incognita, az animus anima egymásba áramlásai, csorgatásai, akár a művésznő ötmonolitikus befolyás visszahatásai rezonálnak, és ő látja, sőt becézi a falakban megerett hajakat és verő ereket, addig a leíró elméjében Georg Trakl melancholikus falaira tapadó monokróm versetek ébrednek meg. Sötét kutak. Azok körül rozsdás növénylények, dermedezve bomladoznak. Idők érkek ölelésében hajlik le halódva a fej. És a meglátás óráiban a beavatott szeme csillagok aranyával töltekeznek. Ám a falakra csapódott csillagok kihunytak, és az árnyak rajzolt a csontfehér figurák is. A múlt szőnyeg szobája alatt mohapármák holladoznak, ígéret csöndje fetreng éjjeli avarban, s fanyar bíbor illat, s tömén a tompa szélben. Fánynakkal belül pupillák távoli odvakban, hol hipnotikus sorsán szerintem borongva, álmatlan dűnődik egy-egy elme, míg sötétlő erdőben forrás neszezik a gőzölgő talajba. Ó, az ember! Ó, az ember! És az emlésző alakja, az pedig hideg húzalokból van összerakva. Elsüllyedt időknek, lények végső tájainak, énje és éje és rémülete a lélek szélcsendje. Amott pedig ezüstfelhőből mákonyos köd szivárok. Kovács Vitti festészetében organikus borús nemes penész kipárolgásokba mártott ecsetleges indák önnön lépterüket futtatják szövégbe, s a tudattalan sikátulai felé kúsznak. A szédület szonátái sóhajokkal rezegve beivódnak az expresszív, regresszív félállók fragmentumaiba, s a lelki éndimenziók tónusaiba. Táncok mögötti visszafolyás dinamikák az időhártyák reverzibilis vásznait. A költői falak opuszait elveszett helyszínek éneklik meg. Két kék-sötét bokor is érkezik, bódító illatok és baljós szellők kísérik. Nem. Nem, nem. Ők mindinkább metamorfikus felhők. Az omladozásban ütletett önparadoxonoktól fosztó falakon. Alvó arccal, most fallal szemben állok. Tartalmaink találkoztak. Most át kell lépnünk egymást. Abraxas szakítelek belül. A dualitásért, titkos tetteimért ő a felelős. A fal énjei, énváltozatai szuggerálva figyelnek minket, s minket, és minket is. Az állandó változó folyamatosságban. Érlelésnél, mély réteg megismerésnél a figyelem elemei besűrűsödnek. Az erezetek, ráncok, zsigeri felületek, hajszálkövületek repedései összeérnek, egymásba nőnek, és az alkotás darabkáivá válunk. Merülés. Merülés.
kép határok, feltételezett határok, újabb kép módosulásokat indukál. Mégpedig a határok nélküli képmező absztrahált tájképzetein belül és kívül egyaránt. Az ölelkező, tég és tovasággal lebegő, időnként egymásba metsző levél élek fölhasítják a textúrát, és az erezetek feszítése által szétrobbanó termések foltokként, stigma becsétekként alakítják tovább a kép életét. Roncsolásban és visszakaparásban hallgató falak és nem létező átjárók nyílnak meg egymás energiáinak és elfolytásainak. A szövet átszűrődései atavisztikus fosztályokat sújtottak. Kőzetek fűs lehellete megindítja a vákumok és fotocellák álmában forgolódó fotoplacentáris, avagy magzati keringéseket, miközben a magma intenzív impulzusa a memonikát, az emlékező tehetséget is kitágítja. Kovács Kitti egy-egy munkáján, ha csak látás módokon is, amikor itt bújai falfeltárások, mágikusan rejtett üzenetjelek, sejtelmes áttetszései jelennek meg. Foltokká alakuló gesztus gócok, rezgése. Intány. Intim szférákba billen a filc sistergő melege, és a lebegő szemcsék egy képzelt oltár kelyhe felé áramlanak. Egy képzelt oltár kelyhe felé. Áramlás. Áramlás. Az alkotás pszichózisában megmenülni, a helyet, mint lenyomatott helyszín nélkül megjeleníteni, az ábrázoltak ábrázolás feloldásával, mint sajátos időnyomot, belső időt elengedni, üzenik a jelek az enigmatikus lésetek. A lassított, illetve visszafelé mozgó falakban kódex reskriptuszok, festői palimpszesztek lapozzák önmagukat, miközben a festékkártyák néma mantrát mormolnak. Mormolnak. Egy-egy urális pergament az én időben, az ön időben lepereg, s a visszafelé is olvasható palindrómképek csöndjei fokozatosan lassítva egymásban nyílnak, és a beállítást ezennel kinyitom. Nagyon szépen köszönjük, és mint egy galéria nevéből is kitűnik, társalgó galéria, mi nagyon szeretjük a párbeszédet, illetve egyáltalán a beszélgetést, úgyhogy megkérdezném Kittit, hogy szeretne hozzáfűzni valamit a megnyitóhoz. Igen, köszönöm. Nehéz megszólalni egy ilyen megnyitótán. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az itt kiállított munkáim azok egy ilyen nagyon mozgalmas, aktív és produktív időszaknak a képi megjelenülései, megnyilvánulásai. A festményeimet, tehát a festményeim koherensek, összetartoznak, összefüggnek egymással. Egy ilyen láncolatként tudom tekinteni őket, amik egy ilyen egész felé tartanak.
És hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és a szavakat. Köszönöm szépen. Valéria vezetése nevében dr. Borsos Mihály egy szálvirágra kedveskedjen a hölgyeknek, akik nélkül ez a kiállítás nem jöhetett volna létre. Természetesen elsősorban Kittinek. Fige Zsuzsánnának. Tóth Ágnesnek. Megkeresem Ágit. Jó, illetve Kuné Várnak, hogy egy nővel esetleg előbb. Valamint természetesen az urakasan hagyjuk ki a sorból, ugyan nekik nem virágra, hanem csak kedves szóval készültünk, de nagyon szépen köszönjük Balázs Imre Barnának, Esebárki Ákosnak, Pintér András Ferencnek a közreműködésüket. Továbbá szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a folytatódik a nagy sikerű hibrid programunk Rozsdai Mirja Mester vezetésével, melyekkel hamarosan ő maga fog jelentkezni. És a bemutatások végeztével kívánok Önöknek nagyon jó időtöltést itt az Általán Társadalom Galériában. Reméljük, hogy megfogadják Mária tanácsát és visszatérnek hozzánk. És reméljük, mint ahogy édesokán szoktam mondani, hogy mindannyian jobb emberként térünk haza, mint ahogy ide jöttünk. Kérem, fogyasszanak egészséggel és élvezzék a kiállítást. Köszönjük, hogy benne vannak. Thank you.